Sziasztok! A mai videóban plasztikcsokit fogok készíteni nagyon gyorsan, szuper jó kis plasztikcsokit, amit nyugodtan készítettek tejcsokoládéból, én most itt fehér csokoládéból készítem el, 200 g kell hozzá, és ez a Heller szirup, nem tudom pontosan Magyarországon milyen néven kapható, igazándiból glükózszirup és invert cukorszirup keveréke, és glutén és laktózfráj is, és szuper jó, működik. Hát annyi történt, hogy a 200 g plusz csokoládét én megolvasztottam a mikróban, először 1 percig, aztán pedig 30 másodpercenként lekapcsolva és egyszer átkeverve. A lényeg az, hogy nehogy felforraljuk, és nem kell teljesen folyékonnyá melegíteni, hanem amikor már így érezzük, hogy a maradék szilárdabb részeket el tudjuk benne rendesen keverni, csomómentesen akkor jó, és azután pedig kicsit megmelegítjük ezt a szirupot. Ezt se forraljuk fel, éppen csak annyira, hogy kicsit folyjon, és könnyebben be tudjuk önteni a csokoládéba, és aztán pedig kevergetjük. Egészen addig kell kevergetnünk a spatulával, amíg elválik az üveg edényünknek a faláról, természetesen ez az edény, az a tálka, mikróban használható, tehát ilyenben használjuk, és ne készítsük fémbe, mert abba beragad. Ebben az üvegtálban szuper, és nyugodtan mikróban lehet melegítgetni, és egészen addig, amíg így elválik, látjátok, elvált már az edény falától, és össze is állt, ekkor kirakom a nejlonomra. Igazándiból mézzel is készíthetjük nyugodtan, vagy glükóz sziruppal. Nekem ez nagyon jó bevált, ez a Heller szirup, nem tudom Magyarországon milyen neve, valaki tudja, írja a videó alá. És egyébként más elkészítési módoknál lehet már ilyenkor húzogatni és átgyúrogatni ezt a csokit. Én így is próbáltam, nekem ez a készítési mód jobban bevált, hogy egyből becsomagolom, aztán elrakom, általában egy éjszakára berakom a spejzba. Igazából nem kell sem hűtőbe, sem hidegre rakni, szobahőmérsékleten is állhat, de ha berakjuk a spejzba, ahogy nekem nincs útban, vagy berakom egy éjszakára, és akkor kész, és utána, amikor kiveszem, mert szeretném használni, akkor előveszem, levágok egy darabot. Itt már beraktam ebbe a kis edénykébe, és egy nagyon kicsit rámelegítettem a mikróban. És elkezdem kesztyűben, mivel hogy valamennyire meleg, ráadásul színezni szeretném, ezért van rajtam kesztyű. Elkezdem átgyúrogatni. Látjátok, az állaga ez egy kicsit nem áll teljesen össze, viszont nem is esik szét. Ahogy gyúrjuk, ugye a meleg elosztik az teljes anyagban, és ahogy gyúrjuk, mint a gyúrma, nagyon szépen összeáll, és nagyon szép állagot kap. Én most már itt azért álltam meg egy pillanatra, mert hozzárakom az ételfestéket, ugyanis szeretném színezni most, csak elővettem egy színt, hogy megmutassam nektek, hogy ezt az anyagot nagyon egyszerűen lehet színezni is. Lehet fogpiszkálóval, ugye általában azzal szoktuk, és általában sokkal profibb módon színezzük be például a fondantot vagy a csokoládét, mint ahogy én itt csináltam. Egyszerűen fogpiszkálóval fogjuk, csak nekem ez itt most így egyszerűbb volt, és nem az volt a lényeg, hogy annyira szuper videót készítsek minden tökéletesen, hanem az, hogy megmutassam, mennyire egyszerűen lehet ezt a plasztik csokoládét elkészíteni, majd utána másnap felhasználni, icipicit melegíteni. Amikor már érezzük, hogy valamennyire puha, akkor kivenni a mikróból, ez igazából szerintem 15-20, maximum 30 másodperc, de 10 másodpercen nyissuk ki a mikrót, és ha úgy érezzük, hogy most már át tudjuk teljesen majd gyúrni, akkor vegyük ki, ne folyassuk szét, és miután egy picit gyúrtunk rajta, hozzáadhatjuk az ételfestéket, és ahogy látjátok, én itt gyúrogatom csak egyszerűen, azért van még rajtam a kesztyű, mert nem szeretném, ha megfogná a kezemet a festék, viszont mindjárt le fogom majd ezt venni. Itt látjátok, hogy távozik belőle a folyadék. Általában, hogyha a csomagolás előtt gyúrjuk át, már akkor ugye a folyadékot el tudjuk belőle valamennyire gyúrni, viszont én ezt így szoktam csinálni mostanában, hogy csak a felhasználás előtt gyúrom át, és nekem ez így valahogy jobban működik. És ilyenkor még ugye távozik belőle a folyadék, viszont nagyon szépen össze fog állni. Mindjárt meglátjátok, hogy már kezd is a szín is bele mélyedni, tehát átveszi ezt a színt. És az állaga is nagyon szépen alakul. Olajos alapú festékekkel szoktam igazából ezt színezni.
És azt akartam még elmondani, hogy nagyon jól nyújtható ez az anyag. Tehát egész vékonyra kinyújtható csokoládémasszát kapunk. Készíthetünk belőle, majd meg fogom mindjárt a videó végén mutatni, készíthetünk belőle figurákat, készíthetünk belőle teljesen vékonyra nyújtott dekorációkat, és a lényeg az, hogyha kivettünk az elkészített masszánkból is, és pihentetett masszánkból egy darabot, akkor utána maradékot légmentesen csomagoljuk vissza, és ugye csak azt hagyjuk kint, amelyiket fel is használjuk. Itt látjátok, már be is gyúrtam a színt, és az állaga is meglehetősen jól alakul. És elővettem ezt az ember figurák készítésére alkalmas formát, csak azért, mert ezen nagyon jól meg tudom mutatni nektek, hogyha begyúrom a masszát, így már meg is van színezve, egyszerűen csak benyomom a formába, és 10 másodperc múlva át is veszi azt a formát, amit szeretnénk, tehát nagyon jó formázható, és utána egészen keményen szárad, hogyha hagyjuk majd állni. Látjátok, itt elkészítettem egy kezet, és még az ujjai is mennyire jól látszanak, és milyen jól megtartja ezt a mintát a csokoládé. És az illata is nagyon jó, és az íze is nagyon jó. Itt általában az szokott történni, hogy a dekorálás folyamatában a gyerekek megeszegetik a csokoládét, mert nagyon finom. És látjátok, itt ugyanúgy megismétlem ezt. Tehát a lényeg az, hogy amikor készítsük, akkor nem melegítsük túl a csokoládét, tehát ne olvasszuk teljesen szét a csokoládét, nehogy felforraljuk, mindig kevergessünk rajta, és amikor úgy érezzük, hogy már teljesen el tudjuk keverni, akkor inkább vegyük el mikróba, és ne melegítsük tovább. És ezt ha mézzel dolgozunk, vagy glükosziruppal, vagy ezzel a helyes sziruppal, nem tudom sajnos milyen magyar neve, akkor azt csak éppen, hogy melegítsük meg, hogy valamennyire folyjon, de ne legyen, ne forraljuk fel. Tehát általában ugye hőmérőzni szokták, de akinek nincsen, és általában azoknak szeretnék segíteni, akiknek nincsenek ilyen szuper kiegészítőjük, nincsenek szuper gépeik, tehát otthon a saját konyhájukban dolgoznak kevés kiegészítővel, ők is meg tudják csinálni, tehát éppen, hogy csak folyjon, és akkor bele tudjuk tenni, és nagyon jól lesz a csokoládénk állaga. Látjátok, itt az arc is milyen jól megtartja a formáját. Igazándiból az a jó ebben a csokoládéban, hogy később is, ha ezt most így meghagyom száradni, akkor később is későn nyugodtan tudom formázni, tehát levágdoshatom óvatosan róla a felesleges darabokat. Én már itt egyébként, miután ezt elkészítettem, le is vágdostam, és úgy tettem el száradni, ahogy le is van fotózva, szerintem a videó elején a már kivágdosott kéz, az két fülecske, és így lehet dolgozni. Tehát egyszerűen színezhető, formázható, nyújtható, egészen vékonyra, tehát virágokat is készíthetünk belőle. És mindjárt meg fogom mutatni, hogy egyébként, igen, aztán csomagoljuk be, én úgy szoktam, hogy egy nylonba becsomagolom, ebbe a fóliába, folpakba, és azután még plusz berakom, és megpróbálom minél légmentesebben bezárni egy ilyen zárható nylonba, és úgy rakom el. És mindjárt meg fogom majd azt is mutatni, hogy ebből a csokoládéból egyébként még miket készítettem. Tehát 200 g fehér csokoládé, és 90 g, ezt nem is mondtam el, 90 g szirup kellett az elkészítéshez, és abból egy elég nagy mennyiség készülhet. Tehát most itt egy kis darabból készítettem ezt a két kart és a fejet, és látjátok, ezeket csináltam még a napokban, amikor kísérleteztem a receptekkel. Igazándiból itt a levél teljesen, a világosabb színű levél teljesen keményre sziráldult, kopogtatni lehet vele a márványasztalon. Egy másik fejet is készítettem még legelőször, sőt, egy vékonyra, itt ez még nem a teljes vékonysága, tehát még ennél vékonyabbra is lehet nyújtani, mint ezek a piros kis virágok, de erre is alkalmazható, tehát kiszúrni formákat egész vékonyan, de kinyújtani. Ezt a levelet pedig csak azért készítettem, hogy megnézem, hogy az erezőben, hogy működik, és látjátok, ezt a levelet például, és nem is volt légmentesen elzárva, azért vannak rajta most már elszíneződések, ezt 4 nappal ezelőtt készítettem, és szobamérsékleten kint hagytam, és ugyanígy nézzetek meg, hogy teljesen még mozgatható, formázható, nem törik, nem szakad, nagyon jó anyag,
és kb. 5 perc alatt elkészítettek a csomagolással együtt. Ezeket pedig, ezt majd a Minecraft tortán fogjátok látni, ezek a növények, a bambuszt is mind ebből a csokoládéból készítettem, és azokat a kis növényeket is, ezek most éppen száradnak. Tehát szuper jól megtartja a formáját is. Próbáljátok ki, megéri, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha érdekelnek a további videók. Sziasztok!